Költözködés nyomai az udvaron, a folyosókon és a 40-es számú szobában a Városházán. A szociális iroda munkatársai költöznek a Deák Ferenc utcából a polgármesteri hivatalba, hiszen a hamarosan munkájukat megkezdő járási hivatalok némi átszervezést igényelnek. Januártól átalakul a gyermekvédelmi, gyámügyi és szociális igazgatási feladatok ellátásával megbízott szervek összetétele, így a járási kormányhivatalokhoz kerülnek a helyi igazgatáson túlmutató ügyek. A szociális igazgatási ügyek egyharmada is a járási hivatalokhoz fog tartozni. A szociális iroda költözik a Deák Ferenc utca 11-13-ból a Szentháromság tér 1 alá. Úgyhogy januártól már itt fogadjuk az ügyfeleket, és az ügyfélfogadás egyenlőre még ott marad a december hónapban a Deák Ferenc utca 11-13 szám alatt. Lent a földszinten az udvaron keresztül kell jönni, és balra 40-es szoba. Baján mintegy 1800 gyermek jogosult gyermekvédelmi kedvezményre. Az erre járó 5800 forintot eddig készpénzben vehették át a rászorulók, idén novembertől azonban Erzsébet utalvány formájában jár a támogatás. Az átvételük határideje hamarosan lejár. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak évi kétszeri alkalommal természetbeni juttatást lehet átvenni. Ez idén először van így, hogy nem készpénzbe történik a kifizetése ennek az ellátásnak, hanem Erzsébet utalványba, amit fel lehet használni élelmiszer, ruházat és tanszervásárlásra, és november 27-től lehetett már átvenni, december 21-i a határidő, addigra kéne mindenkinek ideérni az Erzsébet utalványokért, ez gyermekenként 5800 forint. A Deák Ferenc utcában eredetileg sem osztottuk, tehát a házi pénztárból lehet átvenni, a házi pénztár nyitvatartási rendjéhez igazodva, és tehát a Szentháromság tér 1 szám alatt lehet fölvenni az utalványokat, és hát ha valaki nem ér ide december 21-ig, akkor januárban még van erre lehetőség, hogy átvegye pótlólag az utalványokat. Az Erzsébet utalványt tehát december 21-éig lehet felvenni a polgármesteri hivatal házi pénztárában, és jövő év december 31-éig lehet felhasználni.